gondolom már átbeszéltétek a Siófok elleni mérkőzést, milyen tanulságokat tudtatok levonni? Azt gondolom, hogy a mérkőzés nem jól sikerült, és nem úgy sikerült, ahogy ezt szerettük volna. Vovának teljes mértékig igaza volt, amit a sajtótájékoztató mondott, hogy mintha nem lettünk volna a pályán, se fejbe, se fizikailag. Igaz, hogy az első negyed óra jól sikerült, de azt gondolom, hogy utána teljesen szétestünk, és nem a megbeszéltek szerint csináltuk a dolgunkat. Ezen mindenféleképpen javítanunk kell, és ki kell javítani azokat a hibákat védekezésbe, támadásban, amiket elkövettünk a Siófok ellen. Most egy legalább ilyen nehéz mérkőzés vár ránk, ugye a Győrt látjuk vendégül. Mire számítasz? Én azt gondolom, hogy nyilván felkészülünk a Győr játékából, és videózunk rájuk, hiszen a világ legjobb csapata, kiből nem készülnénk, ha belőlük nem, de azt gondolom, hogy magunkra kell figyelnünk, nekünk a saját játékunkat kell játszani, a védekezést és a támadást is egy kicsit rendbe kell rakni, hisz ezután a hosszú szünet után úgy gondolom, hogy most egy kicsit gödörbe kerültünk etéren, és ez most kicsit furán hangzik, jó mérkőzés lesz arra, hogy ezt összerakjuk.